A beszámoló célja, hogy tájékoztatást adjon a települési környezetvédelme érdekében az elmúlt év során megtett intézkedésekről, a környezetvédelmét szolgáló tevékenységekről, a jogszabály által előírt és teljesített kötelezettségekről. A rendelkezésre álló adatok alapján elkészült beszámoló teljes terjedelmében felkerül majd a város honlapjára. Ez alkalommal a település környezeti állapotának 12 témakörét érintő legjellemzőbb és legfontosabb tényekről, eseményekről és adatokról tájékoztatták a város lakosságát. A levegőt érintő témakörben elhangzott tapolca légszennyezettségi indexe kiváló. Továbbra is vannak olyanok, akik a háztartási hulladékukat elégetik. Az ilyen eseteket a lakossági bejelentésekkel lehetne csökkenteni. Az egyre jobban terjedő napelemmel kombinált fűtési rendszerek hozzájárulnak a levegő minőség javulásához. A szabadtéri égetés szabályait a környezetvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet szabályozza. A közlekedésből eredő kibocsátások a forgalommal arányos mértékben változnak, ezért a nagyobb terhelés a nyári idegenforgalmi időszakban júliustól augusztusig jelentkezik. Az évről évre nagyobb gondot jelentő parkolási problémákra és az egyre népszerűbb elektromos járműforgalom megfelelő szabályozására, illetve helyének kijelölésére koncepciót kell alkotni, hangzott el. A vízgazdálkodás témakörben kiemelhető, hogy a településen a víz csatornák állapota nem teljesen kielégítő. Sok helyen hiányzik, kevés a víznyelő vagy a gerinc csatorna rossz állapota miatt hosszabb szakaszokon teljes cserére szorulna. A vízelvezetés jellemző hiányosságai a víznyelők és átereszek eltömődése, eltorlaszolása. A 2000 darab akna a rendszeres tisztítását a közszolgáltató Cselleház Kft. végzi el, a szakipari munkát igénylő karbantartásra pedig egy helyi vállalkozóval van szerződése a városnak. A föld és talajvédelem témában elhangzott, hogy előző évben extrém, intenzív vagy hosszantartó csapadék, amelynek következtében a kevésbé veszélyeztetetnek vélt területeken is kialakulnak eróziós károk, nem volt. Az esőzésekből eredő károk kisebb helyreállítással megoldhatóak voltak. Az épített környezet téma körében elhangzottak mindazok a beruházások, amelyeket az idei évben végeztek el. Ilyen volt például a Ringató bölcsőde csoportszobáinak mennyezeti felújítása, a Vas Albert Könyvtár és Múzeum emeleti tetőteraszának galammentesítése, a tapolcai új temetőben a ravatalozó előterében az elvontott régi kereszthelyén felállították az új mindenki keresztjét. Tavasszal megtörtént az új temetőben a bonzterem csempe burkolatának szükségszerű megújítása, és a temető tizedik parcellájában kiépítettek további tíz darab keszonos urnasírhelyet. Elvégezték a kertvárosi óvoda telkén összegyűlő esővíz elvezetése érdekében a szükséges csapadékcsatorna szakasz cseréjét a Glázer Sándor utcai gerinc vezetékig. A Táncsics utca 16 szám alatti önkormányzati tulajdonú épületet romos életveszélyes műszaki állapota miatt teljesen elbontották, a telek tereprendezésével és lekerítésével együtt. Aszfaltos, patkás útfelújítás készült a Fazekas, a Móra Ferenc utcákban és a Sebron bevezető útján. Az Egri József utcában az út új kopó réteget kapott, mellette sor került a szegélyek pótlására, javítására, a fedlapok szint behelyezésére. Mart aszfaltos felújítást végeztek a következő utcákban. Barackos városrészben a Kóskároly, Szabó Magda, Madács Imre, Benedekelek, Márai Sándor és Sütő András utcákban. Diszel város részben a Berek és Mező utcákban. A Kertvárosban a Munkácsi közben. Aszfaltos parkoló felújítást végeztek el a Juhász utcai nagyparkolóban, Mart aszfaltos parkoló felújítást a Kazinci téren, a Május utcában és a Viszló utcában. Járda felújítás készült a Sümegi úton, a Május egy az Alkotmány, a Keszthelyi, a Bacsó Béla, a Széchenyi István, az Adi Endre, a Bárdos Lajos, a Darányi Ignác, a Pacsirta utcában és Diszelben a Derkovics utcában. Mart aszfaltos járda készült a régi temetőben, a Katonai Emlékparkban. A zöld területek fenntartását a Cselleház város üzemeltetési KFT látja el a városban a mintegy 450 ezer négyzetméter fűves terület gondozását a gazdasági társaság közszolgáltatási szerződés alapján végzi. Munkájukat nehezíti a tavaszi nyár elejé csapadékos időjárás, amikor az egész városban egyszerre jelentősen megnő a fű, és a park fenntartási részlegük hét fő dolgozójával és gépállományukkal nem mindig tudják megoldani, hogy egy-két héten belül mindenhol elvégezzék időben a kaszálást. A kertészeti részleg tavasszal és ősszel is felújította a virágágyásokat. Tavasszal sokféle évelővel és egynyári virággal igyekeztek minden virágágyást hiánytalanul színessé varázsolni, és az idei évben jelentkező nagy szárasság ellenére megóvni és életben tartani. Összel több mint 5000 darab árvácska és díszkáposzta került az egynyári virágok helyére. Ebben az évben tavasszal és ősszel együttesen 95 darab fát ültettek el a város közterületein, és még terveznek is fát ültetni. 70 darab platánfa ültetése történt meg ebből októberben, melyet pályázaton nyert Tapolca város önkormányzata. Fakkop műszerrel történt vizsgálat eredménye alapján kivágták az alsó malomtó mellett 5 darab nagyméretű nyárfát. A vizsgálatok helyességét a kivágáskor tapasztaltak, minden esetben igazolták. A beszámolóban részletesen szó esett zajvédelemről, a hulladékgazdálkodásról, az egészségvédelemről, állategészségügyről, energiagazdálkodásról, természet- és tájvédelemről is. A beszámolót Tapolca város képviselőtestülete egyhangulag fogadta el. A tapolcai esemény után a testület és a hivatal munkatársai Diszel város részbe vonultak át, ahol egy érdeklődő tett fel kérdést a Díszel irányába található Tesco buszmegállóról. Kérte, hogy járjon közben a város, hogy ez egy fedett buszmegálló lehessen, hiszen sokan használják a díszeliek közül is, kitéve az időjárás viszontagságainak magukat. Elhangzott, hogy megvizsgálják, hogy ki ennek a megállóhelynek az üzemeltetője, és megteszik a szükséges lépéseket. Hozzátették, hogy a falunál a Diszeli Veszprém felé vezető külső buszmegálló fedett része hamarosan elkészül, ez is régi igénye volt a helyieknek.